Március végén írta ki az önkormányzat az idei évre szóló előnypályázatot, amivel gyermek- és ifjúsági szervezeteket, klubokat, diákönkormányzatok által szervezett programokat, képzéseket, táborokat támogat. A májusi közgyűlésen a képviselőtestület 17 szervezet támogatását szavazta meg. A Magyar Vöröskereszt Heves megyei szervezete például 75 ezer forintot kapott az Egri Ifjúsági Vöröskeresztes Klub tanév előkészítő találkozójának megszervezésére. Kétnapos rendezvényt szervezünk, aminek többféle funkciója van. Nem első alkalommal csináljuk már meg, hiszen évek óta elsősegélynyújtó tábortól kezdvén előkészítő programokig, fórumokig, összejövetelekig rendszeresen találkozunk az EGRI és olykor a megyei ifjúsági vöröskeresztes fiatalokkal. A Szederinda Alapítvány is kapott a támogatásból. Igyekszünk olyan anyagokat és olyan támogatásokat megnyerni, amivel segítjük a szakmai munkánkat. Tehát a rendszeres próbák mellett, fellépések mellett, ugye, ami nagyon sokba kerülnek a viseletek. Tehát erre költünk igazán, és erre pályázunk elsősorban, és utána pedig pályázunk szakmai anyagokra. Ez azt jelenti, hogy vendégkoreográfusokat is hívunk, hogy minél színesebb legyen az együttes műsor. Az EGRI önkormányzat összesen 1 millió 300 ezer forintot osztott szét a pályázók között, amivel a városban működő gyermek- és ifjúsági közösségek tevékenységét segíti, illetve a korosztály közéleti részvételének fejlesztését célozta meg.